képviselőtársaim, 16 óra 3 perc van, az interpellációk végére értünk, most áttérünk az azonnali kérdések órájára. Tisztelt Ház, képviselőtársaim, Arató Gergely és Kálmán Olga képviselők, a DK képviselői azonnal kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnökünknek, mégis hogy képzelik ezt címe. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a DK frakcióvezetői előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így a miniszterelnök úrnak távolléte miatt a soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a DK frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselőjének kérdése következik, azaz Gyénémet Erzsébet képviselő asszonynak. Gyénémet Erzsébet képviselő asszony a DK képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Egy adósság, amit végre tönkre törlesszenek címmel. Tájékoztatom Önt, tisztelt képviselő asszony, hogy a miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Tálai András miniszter helyettes államtitkár urat kérte föl. Kérdezem, képviselő asszony, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét? Igen, elfogadom, elnök úr. Köszönöm szépen. Gyénévet Erzsébet képviselő asszony, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Államtitkár úr, igen, természetesen készülhet rá, megint a nyugdíjakról, a nyugdíj emelésről fogom Önt kérdezni. Önök 13 éve egy fontos választási ígéretet tettek, azt ígérték, hogy megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét. Értettük persze már akkor is, hogy ez csak kommunikációs trükk, amivel a vegyes indexálás megszüntetését álcázzák, azért a vegyes indexálásáig, aminek eredményeként a nyugdíjak addig lépést tudtak tartani a keresetek emelkedésével és az inflációval. Meg is szüntették, így aztán az átlagnyugdíj, ami 2010-ben még a nettó keresetek kétharmada volt, idén már csak a fele. Az utóbbi két évben azonban a nyugdíjemelés az utólagos korrekciókkal együtt is elmaradt a nyugdíjasok fogyasztása szerint számított inflációtól, tavaly előtt 0,3%-kal, tavaly 1,2%-kal. Önök tehát most minden egyes nyugdíjasnak tartoznak a nyugdíjának valamivel több, mint 1,5%-os emelésével, no meg az elmaradt emelés miatt fölhalmozódott különbözet megtérítésével. Bármilyen kevésnek is tűnjék ez a 1,5%, azt jelenti, hogy ha önök ezt nem csalják el, akkor ma az átlag nyugdíj nem havi 208 ezer, hanem havi 264 ezer forint lenne. Az ígéretük megszegésével minden nyugdíjast nyugdíjának egy negyed részével rövidítenek meg havonta. Akkor pedig arról még nem is szóltam, hogy bár a 12 havi infláció csak ugyan mérséklődik, ám a vártnál lassabban, vagyis könnyen lehetséges, hogy a 2023. évi infláció is meg fogja haladni az idei korrekciókkal együtt kifizetett 18,5%-os nyugdíjemelést, ami tovább növeli majd az állam minden egyes nyugdíjassal szemben fölhalmozott adósságát. Kérdezem tehát államtitkár urat, mikor kívánják rendezni a nyugdíjasokkal szemben az elmúlt csak nem három évben fölhalmozott adósságukat. Ha pedig az idei áremelkedés meghaladja a számítottak, korrigálják ezt a jövő év elején. Szépen, képviselő asszony, mint említettem, Tálai András miniszter helyettes úr fog válaszolni, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony. Mint ahogy már jó néhányszor tisztáztuk, a kormánynak nincs adósága a nyugdíjasok felé. Ezt, ha megengedi, először régebbi távlati számokkal, és azt követően pedig az előttünk álló nyugdíjkiegészítésekkel is tudom cápolni. A nyugdíjak összegének, a kifizetett nyugdíjak összege 2010 óta közel duplájára emelkedett, a vásárló értéke pedig mintegy 20%-kal javult. Az átlag nyugdíj összege 97 ezer forintról 211 ezer forintra nőtt. A novemberi nyugdíj korrekcióval együtt több mint 217 ezer forint lesz. Ön is tudja, hogy
a nyugdíjak vásárlóértékét a Fidesz kormány idején 2010-től törvény biztosítja. Ezt a törvényt a kormány, illetve az országgyűlés eddig minden évben betartotta, azaz megőrizte a nyugdíjaknak a vásárlóértékét. Így van ez ebben az évben is, 2023-ban, és így volt az elmúlt kettő évben is. Tehát az ön állítása, hogy kevesebbet adott a kormány az elmúlt két évben, mint az infláció, ez nem valós. És nem valós az erre az évre vonatkozó jóslása, vagy elvárása, vagy gondolata sem, hiszen január 1-től előre mintegy 15%-os nyugdíjemelést kaptak a nyugdíjasok. Ennek a forrás igénye 774 milliárd forint, megkapták a 13. havi nyugdíjat, és természetesen novemberben meg fogják kapni a 3,5%-os nyugdíj pótlékot, illetve a kiegészítő nyugdíjat is, mintegy 2,5 millió nyugdíjas várhatja átlagban éves szinten mintegy 85 ezer forintot a novemberi nyugdíjával együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter helyettes úr. Egy perces viszonválaszra Gyénébet Erzsébet képviselőasszonyi a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát államtitkár úr, a számok azok makacsjószágok. Akárhányszor is elmondja, hogy önök nem tartoznak a nyugdíjasoknak, a demokratikus koalíció véleménye szerint igenis, hogy tartoznak. Önöknek még azt sem sikerül igazán elmagyarázni a nyugdíjasoknak, hogy akkor 3,5 vagy 3,1%-kal fogják emelni a nyugdíjukat erre az évre visszamenőleg. És azt gondolom, hogy azt a 1,5%-ot mindenféleképpen oda kell nekik adni, amivel tavaly és tavaly előttről adósak. Önök 2006-ban azt mondták, és egy ország röhögött a plakátjukon, hogy a rosszabbul élnek a nyugdíjasok. Hát szegény hölgyet, aki ezen a plakáton szerepelt, elég sokáig kellett fotózni, amíg savanyú barcot tudott vágni. Ma gyanítom, ha önök ugyanilyen plakátokat tennének ki, akkor nem kellene nagyon keresgélni annak egy modellt. A Dobrev Klára árnyék kormánya ezért fogja egyébként a szociáldemokrata fordulat keretében a negyedéves nyugdíjkorrekciót bevezetni, amennyiben az infláció ilyen magas lesz, mint az Orbáni infláció, és szeretnék minden nyugdíjast megnyugtatni, hogy egy következő kormány tisztességesen ki fogja fizetni a nekik járó nyugdíjat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most államtitkár úrnak adok lehetőséget egy perces viszontválaszra, parancsolj. A szót, elnök úr, képviselőasszonynak, ha megengedi, egy kis matek óra, jó? Tehát január 1-én 15%-os emelés, az 1,15. Hasszorozva 1,031-el, azaz 3,1%-kal. Mennyi az? 1,18,5. Tehát a 3,1% emeléssel pontosan ki fog jönni a 3,5%-os emelés. Gondolja, ezt önnek odaadom, hogyha esetleg szüksége van. Én megértem, hogy önöknek lelkiismert fudlomása van. Hát hogy ne lenne már, hiszen 2010 előtt, mikor az országot elérte a válság a kormányzások idején, akkor mi volt az első lépésük, hogy a nyugdíjasoktól elvették a 13. havi nyugdíjat. Látja, ezt is a Fidesz kormánynak kellett visszaadni, és a Fidesz kormány most már 13 éve teljesíti, amit mondott, amit ígért, amit törvénybe iktatott, hogy a nyugdíjak vásárló értékét megőrzi, és meg is őrzi. Köszönöm szépen, miniszter helyettes úr! Tisztelt ház, képviselőtársai, Hiller István képviselő úr, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Hogy sikerültek a dolgozatok? Mármint az iskolaigazgatók dolgozatai címmel. Tisztelt miniszter úr, a miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Lépvári Bence államtitkár urat jogosította. Föltisztelten kérdezem, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét. Igen, elnök úr. Köszönöm szépen, öné a szó. Parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, képviselőasszonyok és képviselő urak, államtitkár urat a közoktatás területéről szeretném kérdezni egy egészen sajátos helyzetről. Én hiszek a egész életre szóló tanulás elméletébe és gyakorlatába, de ezt azért önök rendkívül furcsa módon valósítják meg. Tankerületek igazgatói nyilván a
minisztérium jóváhagyásával, esetleg számonkérésével dolgozatot irattak az elmúlt hetekben iskolaigazgatókkal. Az iskolaigazgatók ott ültek a terembe, volt, akik tudták, hogy miért jöttek, mások nem tudták, hogy mi vár rájuk, majd a tankerület igazgatója kiadta a dolgozatokat, és háromféle feladatot kellett teljesíteni. Volt a feleletválasztós rész, a hiányzó szavak beírása a dolgozatba rész, és az esszé jellegű dolgozat. A téma a státusztörvény volt, és annak alkalmazása. Na most mindannyian el tudjuk képzelni egykori iskolaigazgatónkat, ön is, én is, a képviselők mindegyike, tiszteletre méltó, tapasztalt, felnőtt ember, igazgató. Bárhogy is lett kinevezve, korábban megválasztva, beültetik egy terembe, és egy törvényről, megjegyzem, akkor az országgyűlés többsége még nem fogadta el, dolgozatot kellett nekik írni. Azt szeretném kérdezni, hogy milyenek lettek az eredmények? Hogy volt, aki jelest kapott, más közepest, esetleg valaki elbukott-e? Vagy csak megfelelt, nem felelt meg? És hány magyar iskolaigazgatónak kellett dolgozatot írni a státusztörvényből az elmúlt hetekben, államtitkár úr? Köszönöm szépen! A válasz, mint említettem, Rétvári Bence miniszterhelyettes úr fogja megadni. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! A belügyminisztériumban alapelvárás minden vezetőtől, hogy tisztában legyen azokkal a jogszabályokkal, amelyeket alkalmaz. Itt a parlamentben elfogadtuk a pedagógus új életpálya törvényt, és kötelezettsége minden tankereti vezetőnek, hogy ismerje a fontosabb szabályait, és azokat pontosan ismerje, hiszen neki kell alkalmazni ezeket a jogszabályokat. Ezért, amikor a belügyminisztériumban volt egy találkozó, ott voltak a tankeretek vezetői, minden tankereti vezető valóban kapott egy feladatsort, hogy mennyire ismeri az akkor már elfogadott törvényt, és egyfajta tükörként utána mindenkinek megmutattuk, hogy mik voltak a helyes válaszok. Szerencsére nem volt olyan válaszadó, aki a kérdéseknek a javarészére ne adott volna pontos választ, de nyilván voltak többen, akiknél még lehet javítani ezt a tudást. Nagyon fontos, hiszen nem hibázhatnak, a jogszabályt pontosan kell alkalmazni, amit az országgyűlés elfogadott, pontosan azért, hogy az iskolákban mindenki a jogszabályok szerint tudjon tevékenykedni, és valóban bizonyára, nem tudom ezeket a pontos adatokat, de mi is biztattuk arra a tankereti vezetőket, hogy a saját tankeretükben is mérjék fel, hogy mindenki, akinek alkalmazni kell a jogszabályt, a rá vonatkozó rész, amit vezetőnek neki kell alkalmazni az alkalmazottai felé, azokat pontosan ismerje. Azért is volt erre szükség, mert a médiában mindent és mindennek az ellenkezőjét is lehetett hallani, sőt, ha valaki végighallgatott egy parlamenti közvetítést, amely az új pedagógus életpálya törvényről szólt, szöges ellentétben álló dolgok röpkedtek, olyan dolgokat képzeltek az emberek erről a jogszabályról, amelyek sehol nem voltak leírva a törvényekben. Ezért is fontos, hogy mindenki pontosan ismeri a jogszabályt, akkor tudja alkalmazni, akkor tudja a törvényességet betartani, hogyha ismeri a jogszabályt, nyilván azokat a részeket, amelyeket neki kell alkalmazni. Szerintem lehet, hogy még itt a parlamenti képviselők egy jó része sem ismeri pontosan, hogy mi van a törvényben. Annyi minden álhír, híresztelés, rémhírkeltés volt vele kapcsolatban. Én annak örültem, hogy képben voltak az igazgatók, annak örültem, a tankereti vezetők nagyjából jól ismerték ezt a jogszabályt, és bízom benne, hogy mindenki pontosan megismerte, és most már így alkalmaz az új életpálya törvényt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr! Egy perces viszonválaszra Hiller István képviselő urat illeti a szó, parancsoljon! Ugye a kreativitás és a bizalom azok egészen sajátos emberi kategóriák. Ahogy például az előbb hallgattam a államtitkár urat, megfordult a fejembe, hogy mi is jövünk be ide padokba. Milyen jó lenne, hogyha a többség elrendelné akár a saját képviselőinek, külön az ellenzéknek, esetleg csoportokra bontva, hogy ki mennyire tart demokratikusnak, hogy akkor vizsgázzunk mi is az ilyen törvényekből, és csak ha megfeleltünk a többség elvárásainak, állhatunk fel szólásra, és mondhatjuk el a véleményünket. Ugye az az ábra, hogy nagyon viccesnek tűnik, de hát nem az. Ezért mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az alkalmazásnál az, hogy iskola igazgatók egészen sajátos körülmények között minisztériumi feladatlapokon kell, hogy beszámoljanak egy törvény ismeretéről, hogy aztán később a pedagógus kollégákkal meg a diákokkal kapcsolatban tudják-e alkalmazni, azért még végig gondolnám a minisztériumba,
ennek a kreativitásnak a kérdését. Úgyhogy javaslom, hogy miniszteri értekezleten vitassák meg részben a dolgozatok kérdését, részben, hogy mit jelent az, hogy bizalom meg kreativitás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválasz illeti meg miniszter helyettes államtitkár urat is. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Mikor előkészítettük ezt a törvényjavaslatot, még semmifajta törvényszöveg nem volt. Az összes magyar pedagógusnak három körben kiküldtünk kérdőjöveket, hogy ők mit szeretnének, mi változzon a magyar közoktatás szabályozásában. Mik azok a pedagógus bérrel vagy mással kapcsolatos kérdések, amik őket foglalkoztatják, és abban milyen szabályozást javasolnak. Például, hogy a pedagógus minősítésben most már nem külső minősítők minősítik a pedagógusokat, hanem az iskolaigazgató és a munkaközösség vezető az, aki meghatározza azt, hogy milyen minőségű munkát végez az illető kollégák. Ez azért van, mert a pedagógusok ezt küldték nekünk vissza több tízezren ebben a párbeszédben. Szerintünk ez egy polgári gondolkodás, hogy megkérdezzük az érintetteket, hogy mit tartanak a legjobbnak. Mi a legjobb a gyerekeknek? Ha ki minősít? Külsős minősítő vagy az igazgató? Azt mondták, hogy igazgató. Beleírtuk a törvénybe, itt van a törvényben, ez egy nagy változás az előző évekhez képest. Fontos, hogy mindenki ezt megismerje, és utána elfogadja a parlament azt a szabályozást, amit a pedagógusok többsége javasolt nekünk egy digitális konzultációban, akkor fontos, hogy ezt mindenki ismerje. És egyébként lehet, hogy az állampolgárok többsége elvárja a képviselőktől, hogy amikor szavaz egy törvényről, akkor ismerje annak a szabályait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt ház képviselőtársaim! Bedő Dávid, Gerencsér Ferenc, Szabó Szabolcs és Tompos Márton Kristóf képviselő urak, a Momentum képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnök úrnak. Kérem, válaszoljon miniszterelnök úr címmel. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlés, hogy a Momentum frakció vezetője előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így miniszterelnök úrnak távolléte miatt a soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a Momentum frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője következik. Tisztelt ház, Orosz Anna képviselő asszony, a Momentum képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az építési és közlekedési miniszternek. Kérem, válaszoljon miniszter úr címmel. Tisztelt képviselő asszony, miniszter úr távolléte miatt válaszadása Ák Péter államtitkár urat jogosította. Föltisztelettel kérdezem, önt elfogadja-e a államtitkár válaszadónak. Nagyon szépen köszönöm. Orosz Anna képviselő asszonyt illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót. Tisztelt államtitkár úr, a választókerületemet, Újbudát nagyban érintő déli körvasút beruházás kapcsán kérdezem önt. 2021. szeptemberében a Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-híd ZRT, hogy nem, nyerte meg a kivitelezésről szóló közbeszerzést 338 milliárd forintos összértéken. Ez kilométerre átszámolva sokszorosa az ehhez a beruházáshoz hasonló német, francia, svéd projektek árának. 2022. februárjában, majd 2023. májusában a bíróság először, majd másodszor is elkaszálta a beruházás környezetvédelmi engedélyét, miután a civilek, az újbudai civilek, illetve Újbuda önkormányzata megtámadta azt. Időközben 100 milliárd forint előleget kapott Mészáros Lőrinc cége, aki megkezdte azokat a munkálatokat, amelyekre nem volt engedélye, amelyet kimondott a bíróság. Ezután titkos határozatban szólította föl a kormány Lázár Jánost arra, hogy minél gyorsabban vigye végig ezt a beruházást. A csúcsa ennek a gyönyörű folyamatnak az egy múlt heti fejlemény, amikor is katonai célú beruházással nyilvánították a déli körvasút beruházását, amivel minden jogszabályi akadály elhárul az önök útjából. Nem kell felesleges bírósági csuklóztatásokkal foglalkozniuk, hogyha végig akarják vinni ezt a projektet. Önök mindenkit hibáztattak már a déli körvasút projekt késlekedéséért, a civileket, Újbuda önkormányzatért, az Európai Uniót, mindenkit. Nekem az lenne a kérdésem, tisztelt államtitkár úr, hogy amennyiben valóban annyira fontos ez a beruházás, akkor nem a kormány felelőssége volna az, hogy érvényes környezetvédelmi engedélyeztetési dokumentációt tegyen a projekt mellé. És ugyanúgy nem gondolják-e azt, hogy az önök feladata lenne, hogy meggyőzzék a jogosan aggódó újbudai polgárokat arról, hogy ez a projekt tényleg fontos, tényleg jó, és meg fogják kapni a megfelelő kárpótlást azokért a hátrányokért, amelyeket a következő években el fognak szenvedni a beruházás kivitelezése során. Nagyon várom válaszát, köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő asszony. A válaszra Ák Péter államtitkár úrnak adok szót, parancsoljon.
Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony. Mint ismeretes, ahogy a képviselőasszony is elmondta, a bíróság 2023. május 2-án hozott döntésével a déli körvasút környezetvédelmi engedélye megsemmisítésekkel kerüljön, és új környezetvédelmi engedély kérelmének a beadása szükséges. 2023. július 10. napján a beruházó új, javított környezetvédelmi engedélyt adott be, jelen pillanatban a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal vizsgálja a kérdést. Úgy gondolom, hogy képviselőtársaim alábecsülik annak a jelentőségét, hogy milyen fontos az, hogy az ország nyugati-keleti irányból átjárható legyen. Ez nem csak gazdasági, társadalmi szempontból lényeges, de ha körbetekint a világba, ön is láthatja, hogy ennek sajnálatos módon biztonsági és bizony katonai relevanciája is van. Ilyen szempontból Budapest áteresztő képessége szűk keresztmetszeknek tekinthető. Értjük és megértjük, elfogadjuk a környéken élők észrevételeit. Egy integrált zajvédő rendszer része a projektnek, azon ingatlanok esetében, amelyek a vasút közelében vannak, nyílászáró csere történik. Tisztelt képviselőasszony, beszéljünk világosan. A déli körvasút megépítése össznemzeti érdek és kérdés. Önök egyik nap a vasút fejlesztését, hallhattuk ma is, a zöld szempontokat kérik számon, a kormányon a következő nap meg azon dolgoznak, hogy a legfontosabb vasúti csomópont Budapesten torlódjon fel és lehetetlenüljön el a vasúti közlekedés. Fogadjon meg egy tanácsot, köpenyek forgató politikának nincs jövője. Köszönöm. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszonválaszra. Orosz Anna képviselőasszonyt illeti a szó, parancsolja. Nagyon érdekes, hogy 20 hónappal azután, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, önök rájönnek, hogy a déli körvasútnak katonai célja is lehetnek. Egyébként javaslom, hogy esetleg jövőre Orbán Viktor ne Putyin vendégeskedésében Moszkvában töltse október 23-a előzetesét, vagy október 23-ára rávezető napokat. És azt szeretném még elmondani az újbudaiak szempontjából, hogy elnézést, Pekingben, teljesen mindegy, Putyin társaságában töltötte ezt a pár napot. Arra szeretném kérni önöket, hogyha ez valóban annyira fontos, ez a vasúti beruházás, akkor esetleg ne fércművekkel próbálják meg meggyőzni az embereket arról, hogy ez egy fontos és stratégiai jelentőségű beruházás, hanem tegyenek le olyan dokumentációt az asztalra, amellyel meggyőzik őket erről. Mert az elmúlt 2 évben nem ezt láttuk. Egy durván túlárazott projektről van szó, amelynek kapcsán nem lehetünk arról meggyőződve, hogy a környezeti következményekkel együtt lehet élni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselőasszony! Egy perces viszonválaszra Ák Péter államtitkárulat illeti a szó. Parancsoljon! Tisztelt képviselőasszony, szívesen beszélgetek arról, hogy ki hol töltötte az ünnepeket, meg mit csinált. Ha jól látom, a Momentum azzal töltötte az idejét és az ünnepi megemlékezést, hogy közterületet vörös festékkel borított el. Talán ez is rámutat arra, hogy mennyire fontos önök számára 1956-nak az öröksége. Az, hogy a déli körvasút kapcsán az ön felvetéseire milyen válaszaim vannak, szerintem elmondtam az első hozzászólásomban, de azt gondolom, amit ön kérdezett, hogy a katonai jelentősége mekkora lehet, én azt gondolom, hogy ennek mindig is volt, mindig is lesz. Budapest áteresztő képessége kulcsfontosságú a nemzet ellátás biztonsága szempontjából, és ennek megfelelően kell ehhez a projekthez állni. Köszönöm a figyelmet. Éppen államtitkár úr. Tisztelt ház képviselőtársaim, Brenner Koloman és Lukács László György képviselőurak a Jobbik képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnök úrnak. Mit gondol erről miniszterelnök úr címmel? Tájékoztatom a tisztelt országgyűlés, hogy a Jobbik frakcióvezetői előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így miniszterelnök úrnak távolléte miatt a soron következő azonnali kérdése korájában kell válaszolnia. Most a Jobbik frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselőinek kérdése következik. Brenner Koloman képviselő úr, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az építési és közlekedési miniszternek. Mit gondol erről miniszter úr címmel? Tisztelt képviselő úr, a miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Ák Péter államtitkár urat jogosította fel. Tisztelettel kérdezem, elfogadja-e a válaszadó személyét. Nagyon szépen köszönöm a jelzését. Brenner Koloman képviselő úr következik, parancsoljon.
Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Miért mindig az autós a hibás? Tenném fel a kérdést a vadgázolásokkal kapcsolatban, hiszen az egy nagyon érdekes kérdés, hogy egyrészt hazánkban ugye nagyon sok vadgázolás történik, másrészt pedig a vadak alapvetően ugye a mezőinkön és erdőinkben élő vadak az állam tulajdonát képezik. Ha ezt valaki mondjuk jogosulatlan elejti, akkor teljes joggal várja el a magyar állam, hogy igényt támaszt az állatra. Bezzeg, ha ugyanez a vad hirtelen kiugrik egy autó elé, akkor az állam mossa kezeit, a vadásztársaság sem akar hallani a vadról, és hirtelen ekkor az autós, aki esetenként vétlen abban, nem csak a saját kocsiában bekövetkezett kárt kell, hogy megtérítse, hanem akár esetenként maximálisan 5 millió forintot is kénytelen kifizetni az elütött vadért. Ezt felháborítónak tartjuk a Jobbik konzervatívok részéről, hiszen munkában menő esetenként gyermekét, az iskolába vívő szülőket, sofőröket teszik felelőssé egy olyan balesetért, amelyek elkerülhetetlenek nagyon-nagyon sokszor. Ez egy európai szinten is olyan példátlan törvény, amelyet módosítottak most nyáron, amely egyértelműen azzal fog járni, hogy emelkedő biztosítási díjakat, pórójárt autósokat és emelkedő javítási költségeket rónak a magyar polgárokra. Mi, a Jobbik konzervatívok úgy látjuk, hogy a jelenlegi szabályozás egyoldalúan káros az autósokra, ezért is kérdezem tisztelettel államtitkár urat, hogy önök szerint rendben van-e ez a jelenlegi szabályozás, hogy a vadak által okozott közöttük károkért kizárólag az autósok legyenek a felelősek, illetve másik kérdésem ehhez kapcsolódik, kívánnak-e a jelenlegi szabályozáson úgy módosítani, amely megfelel a társadalmi igazságosság kritériumának. Várom érdemi válaszát, államtitkár úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. A válasz Ák Péter államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr. Köszönöm a kérdését. A helyzet bonyolultságát jól mutatja, hogy bár az Építési és Közlekedési Minisztériumtól várja a választ, de a kormányzati felelős az Agrárminisztérium, de természetesen igyekszem röviden, pontos és korrekt tájékoztást adni önnek. Egy olyan eseménysorról beszélünk, amely sajnos érdemi kockázatot jelent, mind a közlekedőkre nézve, főleg az évnek ebben a szakában. Az eddigi helyzet nem volt egyértelmű, félreértésekre adott okot, illetve lehetőséget biztosított a felelősségnek az áthárítására. Az új szabályozás tisztázza azon eseteket, amikor a vadásztársaság számára felróható a vadakkal összefüggő károkozás. A korábbi szabályozás ugyanis lehetőséget adott a felelősség el, illetve megkerülésére minden szereplő részéről. A mostani szabályozásban erre kevesebb lehetőség lesz, hiszen egyértelműen rögzítésre kerülnek azon körülmények, amely esetben az egyes szereplőknek felróható az esemény. Ezen elvek mentén került definiálásra ez a szabályzat. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválaszra Brenner Kolomban képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Az kétségtelen tény, hogy ez az új szabályozás bizonyos esetekre a vadásztársaságok ügyében megfogalmaz új keretrendszert, ugyanakkor ennek a valós végrehajtásával kapcsolatban továbbra is fenntartjuk a Jobbik konzervatívok részéről azt az álláspontunkat, hogy ez nagyon nehezen bizonyítható, hogy milyen esetekben kizárólag a vadásztársaságok felelőssége a vadkár. Továbbra is azt gondoljuk, hogy méltánytalan, aránytalan és valószínűleg alkotmányellenes is ez a szabályozás, ezért a Jobbik konzervatívok a vadgázolásokból eredő károkkal kapcsolatos szabályozással szemben az Alkotmánybírósághoz fog fordulni az autósok védelmében, mert szerintünk nem lehet egyoldalúan mindig az autós társadalmat ezügyben hibáztatni. Köszönöm. Köszönöm. Természetesen. Azt is. Mind a két képviselő urat figyelmeztettem. Tessék betartani a házszabály előírását. Tisztelt ház, Szabó Tíme, a frakcióvezető asszony, a párbeszéd. De sietek. Akkor államtitkár úrnak van még egy perce. Parancsoljon. Nagyon röviden, tisztelt képviselő úr.
senkinek a felelősségét nem akarjuk kiemelni, senkit nem akarunk hibáztatni. Elmondtam világosan, hogy egy felelősségi helyzetnek az egyértelműsítésére került sor. Ezen elvek mentén került kialakításra ez a jogszabály. Minden egyes szakmai kérdésben pedig javaslom, hogy az Agrárminisztériummal vegyék fel a kapcsolatot. Köszönöm a szót, elnök úr. Szépen. Szabó Tíme, a képviselőasszony, a Párbeszéd frakcióvezetője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak, mi folyik itt címmel. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a Párbeszéd frakcióvezetője előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így miniszterelnök úrnak távolléte miatt a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a Párbeszéd frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselőjének kérdése következik, aki szintén Szabó Tíme, a képviselőasszony, a Párbeszéd frakcióvezetője, aki azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak, mi folyik itt címmel. Tisztelt ház, tekintettel arra, hogy a Párbeszéd frakcióvezetője ezen azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadást illetően, ezért ezt a határozati házszabály alapján úgy kell tekinteni, hogy a kérdést feltevő képviselő személyes válaszadást nem kér, ennek megfelelően Orbán Balázs, a miniszterelnök úr politikai igazgatója fog majd a választ adni. Szabó Tíme, a frakcióvezető asszonyi a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ezek szerint igazgató úr. A Fidesz kormány szeptemberben egy kormányrendelettel 500 hektáros területté növelte azt a beruházási célterületet, ahol állítólag logisztikai központot akarnak létrehozni. Ez ugye most már 580 hektár körül mozog valójában, ez két budapesti kerület, vagy 700 focipályányi terület Soroksár és Gyál környékén. A Direkt 36 cikkéből, korábbi cikkéből tudjuk, hogy itt Rogán Antal üzleti köre tárgyalt kínai befektetőkkel. Ez a terület egyébként természeti terület és közvetlenül természetvédelmi terület határában fekszik, sőt a fővárosi önkormányzat részéről már előkészítés alatt áll egy olyan rendelet, amely természetvédelmi területté nyilvánította volna ezt a lápos természeti vidéket. Önök tagadták korábban, ön is személyesen, meg Orbán Viktor azt, hogy itt egy kínai vegyi lerakat épülne, de akkor a kérdés az, hogy akkor helyette mi az, ami ténylegesen egy akkora területen épül, amekkora beruházás még egyben nem volt Magyarországon. Ugye a két nappal ezelőtt a G7 cikke szerint ugye a BYD kínai autógyár is Magyarországra szeretne jönni. Kérdés az, hogy esetleg ők akarnak-e itt egy gyárat létesíteni, vagy valami más logisztikai központ készül itt. Hogyha logisztikai központ, akkor viszont az előzetes becslések alapján naponta 5000 kamionnyi forgalom fog itt lebonyolódni, ami nem csak légszennyezésben, zajszennyezésben teszi tönkre Budapestet, ugye elfoglal egy természetvédelmi területet, hanem teljesen ellehetetleníteni a már így is túlterhelt M0-as és M5-ös autóforgalmat. Kérdésem az egyrésztről, akkor a kormány által vagy kijelölt célterületen a kínai BYD autógyár jön-e, igen vagy nem? Ha nem, akkor mi lesz ezen a területen? Kinek a tulajdonában van ez a terület? Megvette-e már ezeket a magyar állam? Illetve hogyan védik meg a természeti értékeket ezeken a területeken? Előre is köszönöm válaszát. Köszönöm szépen, frakcióvezető asszony. Mint említettem, a választ Orbán Balázstól, a miniszterelnök úr politikai igazgatójától fogjuk hallani. Parancsoljon, igazgató úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony, ugyanúgy egy új beruházásról beszélt, de ezzel a beruházással kapcsolatban az országgyűlés előtt folyó diskurzusnak van története is, tehát nem előzmény nélküli ez a beszélgetés. Korábban önök olyat állítottak, amelyről nyilvánvalóan bebizonyosodott, hogy nem igaz, olyanokkal próbáltak rémhíreket terjeszteni, amelyekkel kapcsolatban teljesen egyértelmű volt, hogy nincs erre vonatkozó semmilyen kormányzati és beruházási szándék. Most ugye általánosságban tudok arról önnek beszámolni, hogy a beruházásokkal kapcsolatban mi Magyarország kormányának álláspontja. Egyrészt minden beruházót, amelyik hozzájárul a magyar gazdaság teljesítményéhez, és hozzájárul a magyar munkahelyek
megvédéséhez, illetőleg a munkahelyek számának bővítéséhez, az Magyarország kormánya támogatja. Ugyanígy támogatjuk a külföldi beruházásokat, és támogatjuk a magyar kis és közepes vállalkozásokat is, hogy erősítsék gazdasági tevékenységüket. Minden beruházóval szemben, jöjjön akár külföldről, vagy jöjjön akár belföldről, egyetlen egy elvárásunk van. Ez az elvárásunk, hogy a jogszabályokat minden beruházás esetében be kell tartani. Vannak kisajátításra vonatkozó jogszabályok, területvédelemre vonatkozó jogszabályok, vagy területrendezésre vonatkozó jogszabályok, bocsánat, környezetvédelemre és környezethasználatra vonatkozó jogszabályok. Ezek egyébként a legszigorúbbak az Európai Unió területén, és ezeket pedig minden beruházónak be kell tartani. Az összes beruházás esetében így járunk el, és ezeknek az érvényesítése az a vármegyei kormányhivatalok feladatát jelenti. Az pedig, hogy egyébként a tulajdoni jogviszonyok hogyan alakulnak, javaslom az ingatlan nyilvántartást tekintetben képviselőasszonynak irányadónak tekinteni. Ebben nem gondolom, hogy kompetenciám lenne. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a igazgató úr! Egy perces viszontválaszra frakcióvezető asszonyi a szó, parancsoljon. Tehát akkor még egyszer, igazgató úr, 4 darab eldöntendő kérdést tettem föl. Az azt jelenti, hogy igen vagy nem a válasz. Nem érdekel, hogy milyen a jogszabályi környezet. Azt kérdeztem, hogy a kínai BYD autógyár jön-e ide Magyarország eddig legnagyobb beruházási célterületére, vagy nem? Ha nem, akkor mire készül a kormány? Tényleg a maguk által szuverénnek mondott kormánynak lövése nincs arról, hogy egy 700 focipályányi területen, 2 Budapest kerületnyi területen mi fog történni? Vagy esetleg úgy érzik, hogy ehhez a magyar embereknek nincsen semmi köze? Ha annyira hasznos ez nemzetgazdasági szempontból, akkor miért titok? Miért nem árulja el igazgató úr most már sorozatban, hogy mi fog épülni egy 500 hektáros területre? A Gödi Samsung gyár 420 hektáron terül el, ez 580 hektár. Mi a túró fog itt épülni az önök engedélyével? Előre is köszönöm a válaszát. Köszönöm szépen, frakcióvezető asszony, mielőtt a politikai igazgatónak megadnám, a túró biztos nem fog épülni, drága frakcióvezető. Asszony, de ennek megfelelően politikai igazgató úr következik. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Képviselő asszonynak volt egy önleleplező mondata, szó szerint azt mondta, föl is írtam, nem érdekel, hogy mi a jogszabályi környezet. És az valóban így van. Ön egyáltalán nem érdekli, hogy mi a jogszabályi környezet. Ön egyáltalán nem érdekli, hogy milyen szabályok vonatkoznak környezetvédelem, területrendezés tekintetében. Önöknek egyetlen egy célja van. Az a céljuk, hogy ellehetetlenítsék a beruházásokat Magyarországon, és hogy külföldön lejárassák Magyarországot. Miközben külföldön önök tűnnek fel zöld pártként, Brüsszelben önök lengetik a zöld zászlót. Emellett Magyarországon folyamatosan azon dolgoznak, hogy az összes egyébként zöld energetikai, meg Magyarország gazdasági fejlődéshez hozzájáró beruházást ellehetetlenítsenek. Az önök politikája arra épül, hogy önöknek az a jó, hogyha az országnak rossz. Ez egy rossz hozzáállás. Javaslom, képviselőasszony, hogy változtassanak ezen. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Köszönöm szépen. Igazgató úr, tisztelt ház, képviselőtársaim, Novák előtt képviselő úr, a Mi Hazánk képviselői, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Miért azt felelte a Mi Hazánk javaslatára, hogy nem viszi rá a lélek, hogy megbírságolják a határkerítésen áttörő migránsokat címmel? Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetői előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így miniszterelnök úrnak távolléte miatt a 3. soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a Mi Hazánk frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselőjének kérdése következik, az pedig Dócs Dávid képviselő úr, aki milyen intézkedéseket tudnak még foganatosítani a magyar termékek védelmével címmel az agrárminiszternek szeretett volna kérdést föltenni, de mivel nincs jelen, így az OGY törvény 43. szakasz szerint a kérdés visszavontnak tekintendő.
Tisztelt ház képviselőtársaim, Csárdi Antal képviselő úr az LMP képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Mit gondol erről miniszterelnök úr címmel? Tisztelt ház, tájékoztatom önöket, hogy az LMP frakcióvezetője előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így a miniszterelnök úrnak távolléte miatt a soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most az LMP frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselőjének kérdése következik, aki szintén Csárdi Antal képviselő úr. Aki kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek, mit gondol erről miniszter úr címe? Tisztelt képviselő úr, a miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Rétvári Bence államtitkár urat jogosította föl. Tisztelettel kérdezem, önt elfogadja-e a válaszadó személyét? Nagyon szépen köszönöm, hogy már is jelzi, hogy elfogadja. Csárdi Antal képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Az egészségügyi szolgáltatási színvonal különösen Budapesten kétségbeejtő állapotban van. Én itt hosszan beszélhetnék a kórházak adósságállományáról, de azt gondolom, hogy ezen a ponton engem az infrastruktúrális állapota a budapesti kórházaknak érdekel. Mert hogy jelen pillanatban Budapesten vannak a legrosszabb állapotban a kórházak, és hogy ebben mennyire igazunk van, az is igaz, hogy a Fidesz is észlelte ezt, ezért ugye megszületett a Dél-Budai Centrum Kórháznak az ötlete. 2018-ban létre is jött egy projektcég, hogy ezt megvalósítsa. A céldátum 2023 volt, és hogyha ma elmegyünk a Dél-Budai Centrum Kórháznak a célterületére, jól látjuk, hogy egy kapavágás nem történt. Nem történt semmi, jól láthatóan a magyar kormány nem gondolta komolyan, hogy javítani kellene a budapestiek egészségügyi ellátásán. Ami ennél sokkal ijesztőbb, hogy Takács Péter államtitkár úr a következőket nyilatkozta, emlékeim szerint talán az Indexnek. Ha a gazdasági helyzet, a háború és a koronavírus járvány gazdasági következményei nem teszik lehetővé egy új kórház építését, akkor a mostani ellátórendszert optimalizáljuk úgy, hogy megfelelő ellátási színvonalat tudjon a lakosságnak biztosítani. Tisztelt államtitkár úr, illő tisztelettel kérdezem, meg akarják-e egyáltalán építeni az újbudai szuperkórházat, illetve hogyha igen, akkor mikorra és erre milyen garanciákat tudnak vállalni? Köszönöm válaszát! Köszönöm szépen, képviselő úr! A választ, mint említettem, Rétvári Bence miniszterhelyettes államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Az a különbség a baloldal és a jobboldal egészségügyi tervei között, hogy önök azzal kampányoltak, hogy mennyivel kell csökkenteni a kórházaknak a számát. Ugye egykori képviselőtársunk, most újbudai polgármester László Imre elmondta, hogy 45%-kal kell csökkenteni a kórházak számát, majd DK-s képviselőtársunk rálicitált, hogy még többel is lehetne csökkenteni a kórházak számát. Ezzel szemben mi arra törekszünk, hogy felújítsunk és bővítsünk kórházakat. 2010 óta 91 vidéki kórházat újítottunk föl részben vagy egészben, 54 rendelőintézetet korszerűsítettünk és 107 mentőállomást dinamizáltunk, és megépítettünk 23 teljesen új rendelőintézetet és 34 új mentőállomást. Nyilván ezzel párhuzamosan növeltük az egészségügy forrásait is. Amikor átvettük a kormányzásunkat, akkor 1198 milliárd forint volt a költségvetésben egészségügyi célokra. Ez az 1198-al szemben idén 2800, jövőre 3225 milliárd forint áll rendelkezésre gyógyításra, betegség megelőzésre. Ez egy év alatt 425 milliárd forint plusz lesz, és összességében pedig 2027 milliárd forint plusz egészségügyi célokra. És ebben nagyon fontos volt akár kórházaknak a felújítása, a bővítése. Budapestet is úgy képzeljük el, mint hogy Észak-Pesten, Dél-Pesten, Észak-Budán, Dél-Budán egy-egy centrumkórház az, amelyik szuperkórházként, tehát a nap 24 órájában, a 7-7 napján minden szakmában igyekszik ellátni a betegeket a lehető legmagasabb szinten. Ez a mi hosszú távú egyértelmű célkitűzésünk. Nyilván sokkal előrébb haladnánk ebben, hogyha a koronavírus járvány nem
köszöntött volna be Magyarországra is, mint minden országban, ami nyilván nagyon nagy anyagi tehertétellel is járt minden országban. Ha nem lenne háború és nem lennének szankciók, nyilván több forrás, és nem lennének ilyen magas energiára ennek következtében, nyilván több forrásunk lenne kórházak fejlesztésére, most a kórházak üzemeltetésére, kifűtésére, más üzemeltetési feladatokra kellett több forrást fordítanunk. Abban bízunk, hogy visszatér a normál világ, amikor több kórházi fejlesztés valósult meg, de hát hétről hétre valósulnak meg. Zsigó képviselő alatt például Baján adtunk át több 100 millió forintos kórházi fejlesztést a múlt héten, ez így fog történni a következő években is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr! Egy perces viszontválaszt a Csádi Antal képviselő urat illeti a szó, parancsolja. Köszönöm szépen, tisztelt államtitkár úr! Meghallgattuk a kormánypropagandát, de hogy ezt mennyire lehet komolyan venni, az tökéletesen bemutatja, hogy én budapesti kórházakról beszéltem, a budapesti egészségügy helyzetéről beszéltem, ön pedig vidéki példákat hozott. De hogy mennyire gondolják komolyan azt, hogy nem volt forrás, engedjék meg, hogy a 2018-ban létrehozott projektcég 8 milliárdos költésére utaljak, és arra, hogy 2017 és 2019 között 190 milliárdért Puskás Arénát újítottak föl és építettek föl. 2019 és 2021 között 116 milliárdért az MVM dómot, és 2020 és 2023 között 250 milliárd forintért Nemzeti Atlétikai Központot. Ez mind nagyon szép és jó. A helyzet az, hogy nem gondolja államtitkár úr, hogy fontosabb lenne a szuperkórház felépítése, ami ebből a pénzből másfélszer, de lehet, hogy kétszer kijött volna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces visszaválaszra miniszterhelyettes államtitkár úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Nekünk továbbra is egyértelmű célkitűzésünk, mint ezt megtettük több tömbben is Budapesten, hogy fejlesztjük a kórházakat, de melyik kormányzat volt a jobb vagy baloldali vezetés volt, amely Budapesten bezárta a Söpmeri kórházat? A baloldal. A jobb vagy baloldali vezetés volt, amely bezárta Budapesten az Opnit? A baloldal. Jobb vagy baloldal volt, aki bezárta a Szabolcs utcai kórházat? A baloldal. Jobb vagy baloldal volt, aki a Schwab-hegyi gyerekkórházat bezárta? A baloldal. Ki zárt be egyedül Budapesten kórházakat? Csak és kizárólag a baloldal. És ki fog új szuperkórházat építeni Budapesten? Csak és kizárólag a jobb oldal. Ez a helyzet, tisztelt képviselő. Önök Budapesten a kórházbezárások baloldala, úgyhogy önöknek igazából szégyenkezni valójuk van az elmúlt évekből, mert önökön kívül, a baloldalon kívül senki más nem zárt be kórházakat Budapesten. Önök, akik több kórházat is bezártak Budapesten, nyilván méltán kérhetik sokan azt, hogy épüljön új kórház Budapesten, de önök, akik kórházakat zártak be, önöknek aztán igazából a sarokban meghúzódni van joga, nem pedig meldöngetve új kórházat követelni. Nem kellett volna bezárni a kórházakat, amikor kormányoztak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt ház képviselő társaim, Zsigó Róbert képviselő úr, a Fidesz képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak. Mi történik a fővárosban címmel? Tisztelt képviselő úr és tisztelt ház, a miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Soltész Miklós államtitkár urat jogosította. Föltiszteltek, kérdezem öntől, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ. Nagyon köszönöm, hogy jelzi felém, hogy elfogadja a válaszadót. Zsigó Róbert képviselő úré a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, hogy az már mindenki számára ismeretes, Karácsony Gergely házatáján ismét áll a bál. A főpolgármester súlyos pénzhiányra hivatkozva csak nem harmadával emelte a vonaljegyek árát, mert állítása szerint üres a kassza. Azonban arra mégis kerített pénzt, hogy a Gyurcsány Ferenchez 1000 szálon kötődő cégvezetőit megjutalmazza saját döntési jogkörben eljárva. Hirtelen mintegy 300 millió forintot talált, amit gondosan szétosztott. Persze, ez sem maga ismerte be, hanem lebukott ezzel. Karácsony Gergely sokadjára nézi madárnak a budapestieket, elég csak az adománygyűjtő ládikákról szóló meséjére gondolnunk. Hasonlóan hihetetlen az is, hogy amikor Gyurcsány bizalmasainak kellett prémiumot adni, akkor nem zavarja Budapest anyagi helyzete, és hirtelen az üres kassza megtelik 300 millióval. 8-10 millió forintos extra pénzt vihetett haza a BKK és a BKV felsővezetése, és a közműcéget vezető Márta Imre is, aki leginkább a fényűző életmódjáról ismert, ismer a közvélemény.
Ő az, aki egy jaktról home office-ol, sok milliós órákat viselve tárgyal a bérükért harcoló kukásokkal, és Gyurcsány szerint sokkal több ilyen emberre lenne szükség. Közben a fővárosi közműnek zavaros működésével kapcsolatban csak a valódi teljesítés nélküli kifizetések, rosszul elvégzett munkák, felesleges elszórt, majd lepapírozott milliók láthatók. Tisztelt államtitkár úr, elnézve a főváros jelenlegi helyzetét, érthetetlen, hogy mire fel ez a nagy osztogatás. Kifogynak a pénzből, jegyárat és közműdíjat emelnek, eközben pedig 10 milliós prémiumokat fizetnek ki. Ön szerint mennyire tartható ez a gazdálkodás? Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Soltész Miklós államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, képviselő úr. Karácsony Gergely tevékenységét 2019 óta sok minden jellemzi, részben a kétszínűség, részben meg a hozzá nem értés. Az, hogy korábban az LMP-t hogy szúrta a hátba, az Schiffer András el tudná mondani, erről nem érdemes beszélni. De az, hogy mi történt a fővárosban, ez mi sem bizonyítja jobban, hogy amikor a kampány volt az önkormányzati választáskor, akkor a médiával kapcsolatban azt mondta, hogy nyitottság kell, meg kell őket hallgatni, odafigyelni. Azóta ő menekül, azóta ő nem hajlandó nyilatkozni. Átláthatóságról is beszélt a jelölt úr, most már polgármester. Ez odáig fajult, hogy guruló dorlálókat nem csak mások kaptak a bal oldalon, hanem ő is, közel 500 millió forintnyi, tehát fél milliárd forintnyi támogatást. Viszonylag elég hihető az a szöveg, amit mondott, hogy adománygyűjtő ládikában szedték mindezt össze, majd ezek után megjelentek az egyik nagy banknál, és több százezer eurónyi pénzt bevittek egyébként egymást követő sorszámokkal. És szakszerű gazdálkodásról is beszélt, amiről én csak annyit tudok mondani önnek, hogy mikor átvették a kormányzást Arlós István vezette fővárostól, 214 milliárd forint volt a kasszában, minden eltűnt. És amióta ők vannak kormányon, mármint a fővárosban, valóban az történt, amit ön is mondott, hogy 2023 nyarán bejelentették egyik oldalról a csődöt, hogy főváros csődbe megy, teljesen üres a kassa, és néhány nap múlva megbejelentették, hogy közel 50 embernek 300 millió forintnyi jutalmat adnak szerte a fővárosba. Miért? Azért, mert ők mind Gyurcsány Ferencnek az emberei. Tehát, hogy mi zajlik a fővárosba? Gyurcsány Ferenc irányít, és hogyan? Ugyanúgy, ahogy tette kormányon, a pénzt, ahogy lehet, elvarázsolják. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválaszra Zsigó Róbert képviselő urat illeti a szó. Parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, köszönöm a válaszát. A mai híreket olvasva olyan érzésünk van, mintha a történelem ismételné önmagát. Karácsony Gergelyék arra készülnek, hogy az idei kötelezettségeiket áttolják a jövő évre. A BKK-nak járó közlekedési támogatás banki faktorálásával 50 milliárd forint értékben adósítják el a fővárost. Ez azt jelenti, hogy ők elverik a pénzt, valaki meg majd kifizeti. Úgy látszik, hogy nekik már semmi sem számít, a cégvezetőknek milliós jutalmat adnak, a budapestieknek pedig a megszorítás, a dugók és az elhanyagolt közterület jut. Az emberek joggal kérdezik, hogy mi is történik a fővárosban. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválaszra Soltész Miklós államtitkár urat illeti a szót. Hogy mi történik a fővárosban, még egy számsort hadd mondjak el önnek. Iparűzési adó 2019-ben 164 milliárd forint volt, most idén 271 milliárd. Ez mind a fővároshoz jön be. És hogyha megkérdezik, hova tűnik ez a sok pénz, illetve kik a szakértők, akkor én odafordulok a DK-s képviselőkhez. Ismerőse önöknek Raskovics Tibor, Gáliel Zoltán, Bősz Amet, Kis Ambrus, Tordai Csaba, Katona Tamás, Kolber István, Hanül Tamás, és sorolhatnám tovább. Ismerősek ezek a nevek, tisztelt képviselő, aztán képviselő úr? Na, ők mind DK-sok, mind Gyurcsánynak az emberei. Magyarán
önök azok, akik mint egy bábut így rángatják a főpolgármestert, az egy más kérdés, hogy miért hagyja magát, a DK irányít, Gyurcsány Ferenc irányít saját embereivel, majd pedig kiosztják a jutalmakat minden területen, ahol lehet, és közben pedig azon sírnak, hogy csődbe ment a főváros. Köszönöm szépen, államtitkár úr, tisztelt ház, képviselőtársaim, Nacsa Lőrinc, képviselő úr, a KDNP képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a gazdaságfejlesztési miniszternek. Milyen mértékű minimálbér és garantált bérminimum emelés várható a jövő évben címmel? Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, a miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Fónagy János miniszterhelyettes államtitkár úrat jogosította fel. Köszönöm, hogy jelzi, hogy elfogadta a válaszadó személyét. Nacsa Lőrinc képviselő urat illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Fidesz-KDNP kormány 2010 óta folyamatosan elkötelezett a bérek, és legfőképpen a legalacsonyabb a minimálbér emelésében. Ha visszaemlékszünk az elmúlt 25 évre, akkor azt látjuk, hogy az első Orbán kormány alatt 1998 és 2002 között 2,5-szeresére emeltük a minimálbért, vagyis 4 év alatt 19.500 forintról 50.000 forintra. Ez mintegy 156%-os emelést jelent. Aztán jöttek a baloldali kormányok, jött Gyurcsány Ferenc, aki 2002 és 2010 között 8 év alatt mindössze 23.500 forintos emelést hajtott végre. Aztán 2010 és 2023 között a minimálbér és a garantált bérminimum is több mint háromszorosára emelkedett. Előbbi 73.500 forintról 232.000 forintra nőtt, utóbbi 89.500 forintról 296.400 forintra. Ez összesen 216%-os emelést jelent. Így ma már a minimálbér is magasabb, mint a szocialista kormányzások idején az átlagbér volt. 2010 és 2023 között a magyar minimálbér növekedés a negyedik legnagyobb volt az Európai Unióban. Teljesen világos tehát, hogy a baloldali kormányok nem emelik a béreket, nem érdekeltek a minimálbérbe, és ezt meghallgathattuk az elmúlt hetekben Bodnár Zoltántól, a DK árnyék miniszterétől, aki szintén kiakadt, hogyha azt mondja, hogy nem lehet nagyobb mértékű minimálbér emelés ebbe az országba. Hát kibukott a DK programja, kibukott az úgynevezett szociáldemokrata program. Ha kormányon lennének, akkor a kiskeresetek nem számíthatnának minimálbér emelésre, nem számíthatnának garantált bérminimum emelkedésre, hiszen ők folyamatosan ellenzik. Gyurcsány Ferenc és elbarátai a kormányzásuk alatt elvettek minden támogatást a családoktól, növelték az adókat, és semmit nem tettek azért, hogy a fiatalok itt maradjanak és munkát vállaljanak. A mostani háborús időkben elkötelezettek vagyunk a minimálbér további emelése mellett, ezért kérdezem tisztelettel államtitkár urat, milyen mértékű minimálbér és garantált bérminimum emelés várható a jövő évben. Köszönöm megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő úr, és a válaszra megadom a szót Fónagy János miniszterhelyettes államtitkár úrnak. Parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A minimálbér bruttó összege 2023 elejétől 232.000 forintra emelkedett, majd több mint háromszorosa a 2010 évi színnek. A garantált bérminimum összege ugyanez időponttól 296.400 forintra növekedett, amely szintén több mint háromszorosa a 2010-es értéknek. Az EU tagállamok sorrendjében a 19. helyen állunk, a magyar garantált bérminimum viszont megelőzi több más ország minimálbérét, például a csehet és a szlovákot is. Csak emlékeztetőül, a szocialista kormányok 8 év alatt a minimálbér mindössze 23.500 forinttal növekedett. A nemzeti kormány által kialakított személy jövedelemadó rendszer miatt a keresetekre, így a minimálbérre is. Igaz, hogy a széles munkavállalói rétegek számára már jelenleg is adókedvezményes, illetve adómentes. Az eltartott gyermekek számától függő adókedvezmény 2011-től, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák adómentessége 2020-tól, a 25 év alatti munkavállalók mentessége az átlagkereset szintjéig 2022-től, a 30 év alatti anyák mentessége 2023-tól vehető igénybe. Magyarországon 2010-től 22-ig a reálkeresetek emelkedése kedvezmények nélkül elérte a 71%-ot, a kedvezmények beszámításával meghaladta a 77%-ot.
A három vagy több gyermekesek reálkeresete 132%-kal növekedett 12 év alatt. A havonta mért reálkeresetek az utóbbi egy év hónapjaiban csökkentek, az idei hátralévő részében már viszont reálkereset emelkedés várható, ekképp 23 szintjén minimálisan növekedhet is. Köszönöm, elnök urat. Köszönöm szépen, miniszterhelyettes úr. Egy perces viszontválaszra Nacsa Lőrinc képviselő úré a szó, parancsolja. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a válaszát, tisztelt államtitkár úr. Emlékezhetünk arra, hogy a Gyurcsány kormány alatt olyan eszia terhelte a fizetéseket. Ők azt mondták, hogy 157.000 forintos bruttó fizetés már soknak számít, ezért 36%-os személyi jövedelemadóval sújtották, aki 157.000 forintnál többet keresett. Most is ezen a helyzet, tisztelt képviselőtársaim, Gyurcsány Ferencék szociáldemokrata fordulata az egy dolgot jelent, saját magának olcsóbban adta az áramot, ez a nagy szociáldemokrata hozzáállás, és Dobrev Klára saját magának és Molnár Csabának intézett eddig európai fizetést senki másnak. Tisztelt képviselőtársaim, ne legyen kétségünk, Gyurcsány Ferencék nem emelnék a minimálbért, ahogy kormányzásuk alatt is csak minimálisan, alig több mint 20.000 forinttal tették 8 év alatt. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP kormány alatt minden évben emelkedtek a bérek, minden évben emelkedett a minimálbér, minden évben emelkedett a garantált bérminimum. Az a szándékunk, és azon dolgozunk, hogy ez a jövőben is így maradjon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszontválasz illeti meg miniszterhelyettes államtitkár urat is. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A kormány a háború és szankciók sújtatta gazdasági helyzetben a társadalmi partnerekkel együttműködve jelentős erőfeszítéseket tett és tesz a bérek emelésére, a munkavállalás ösztönzésére, mely a hatást a családi adókedvezmények bevezetésével fokozott. A kormányzat intézkedések hatására az elmúlt években bekövetkezett gyors ütemű béremelkedés növelte a munkaerőkínálatot, és ösztönözte a külföldön munkát végzők hazatérését is. A munkaadók és a munkavállalók eddigi egyeztetései alapján a garantált bérminimum mintegy 10%-os, míg a minimálbér mintegy 15%-os emelkedése várható. Így az infláció egyszámjegyű csökkentésével 2024-ben már reálértékben is egyértelmű növekedéssel számolunk. Köszönöm szépen az érdeklődést. Köszönöm szépen, miniszterhelyettes államtitkár úr, tisztelt ház. Sebján Petroszki László képviselő úr, a DK képviselő, azonnal egy kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszter úrnak. Miért döntöttek így címmel? Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr, a miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Tálai András miniszterhelyettes államtitkár urat jogosította föl. Tiszteltel kérdezem, elfogadja-e a válaszadó személyét. Köszönöm szépen, hogy jelzi, hogy elfogadja. Sebján Petrovszki László képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, az infláció baját Brüsszel szabadította ránk a szankciókkal, nyilatkozta a miniszterelnök ez év februárjában. Ne kerteljünk, mondjuk ki magyarul, ez bizony hazugság volt akkor is, az most is. Attól eltekintve is hazugság ez, hogy Brüsszelnek Orbán Viktor is része, hiszen addig is és azóta is minden szankciós csomagot egyébként megszavazott. Kijöttek frissen a szeptemberi inflációs adatok, és mit látunk, mint már több mint egy éve mindig, az infláció az egész Európai Unióban ezúttal is itt volt a legmagasabb, immár egyedül nálunk két számjegyű az infláció, tavaly szeptemberhez képest meghaladta a 12%-ot. Az elmúlt 12 hónap során az árak emelkedése az EU-ban 5% alatt maradt, az eurozónában is alig haladta meg a 4%-ot, de néhány országot, ha megnézünk, például Finnországot, Görögországot, el sem érte a 3%-ot sem, Belgiumban, Dániában az 1%-ot sem, Hollandiában pedig egyenesen csökkentek az árak. Az inflációs hullám, mint emlékeznek, nálunk tetőzött a legmagasabban, elérte éve elején a 26,2%-at. Történt mindez annak ellenére, hogy az említett országok kormánya is megszavazták természetesen a szankciókat, sokkal kevesebb kivételt kérve és kapva alól, mint mi. Holott az infláció okai, ha a szankciók volnának, mint önök állítják, akkor ott is meredeken emelkednének az árak. Nyilvánvaló tehát, hogy nem ez történt, hanem ez egy kommunikációs trükk,
A kormány a saját mulasztásaiért és baklövéseiért Brüsszelre mutogatva hárítja át a felelősséget. Nincs szankciós infláció, Orbáni infláció van. Az árak ilyen drasztikus emelkedésért csak Orbán Viktor és kormánya a felelős. Ez alapján tehát a Kornai János 1989-es mondatát hadd idézzem. Azért van infláció, mert a jelenlegi pénzügyminiszter és elődei úgy határoztak, hogy legyen infláció. Kérdezem tehát a tárcát, miért határoztak úgy, hogy legyen infláció, miért jó önöknek ez a vágtató infláció? Köszönöm szépen. Szépen, képviselő úr, a választ Tálai András miniszterhelyettes államtitkárul fogja megadni. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Azt ön sem gondolja komolyan, hogy a kormány saját magának gerjesztett egy inflációt. Tehát nyilván, hogyha reálisan megvizsgálja, hogy mi történt a világban, akkor be kell azért látnia, hogy néhány külső tényező jelentősen hatott a magyar inflációra. Elsősorban a háború, másodszorban az ön által el nem fogadott, de mégiscsak igaz, elhibázott szankció, amelynek a következménye volt az energiaár robbanás, ami ugye a magyar gazdaságra többszörösen hatott ki. Hát is valljuk be őszintén, hogy a Soros Birodalom forint elleni támadásai is hatottak jelentősen arra, hogy az infláció ilyen magasra szökött hazánkban. Azonban a kormány, felismerve, hogy az infláció mértékét csökkenteni kell, 2023-ban ezt meg is kezdte, és ezt sikeresen végzi. Sikeresen, hiszen a cél egyértelmű cél, hogy az infláció mértékét ebben az évben, az éves infláció mértékét 10% alá kell csökkenteni, és ezt követően pedig a 2024-ben további infláció csökkentést tűz ki a kormány maga elé. Itt vita van volt a Magyar Nemzeti Bankkal, hiszen a Magyar Nemzeti Banknak van inflációs célja, azonban a kormánynak ebben az évben rá kellett segíteni arra, hogy elérjük ezt a célt, a 10% alatti inflációt, és ezt a kormány sikeresen tette. Természetes, hogy ezt a kormány tovább fogja folytatni, és az inflációt 10% alá fogja csökkenteni, vagyis egy számjegyűvé teszi. Köszönöm szépen, miniszter helyettes úr. Egy perces viszontválaszra Sebján Petrovszky László képviselőt illeti a szó. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értem, mindenki hibás, csak a kormány nem. Hibás itt Brüsszeltől kezdve, most már a körön belül értelmezhető Nemzeti Bank elnök is hibás. Csak egyedül a kormány az, amelyik mindent szépen és jól csinált, és be nem vallanák azt semmit, sem az ország nyilvánossága előtt, hogy mi az az elrontott gazdaságpolitika, ami elvezetett ide. Nem beszélnek arról, hogy milyen felesleges eszeveszett költekezésbe kezdtek el a választások előtt, hogy egyházaktól haverokon át mindenféle külföldi és itthoni szövetségeseiket hogyan stafírozták ki, vagy nem beszélnek arról, hogy egyes olyan kiadásokat, mint a Vodafone megvásárlása, vagy a reptér megvásárlása, az hogyan borította fel a költségvetést, vagy az a bizalmi hiány, ami körbe fonja ma már Magyarországot a pénzügyi világban is nemzetközi szinten, ezek milyen módon rontották el azt a helyzetet, amiben a kormány már nem tudja kezelni ezt az inflációs helyzetet. A vágtató infláció itt fog velünk maradni, akármennyire állítja államtitkár úr ennek ellenkezőjét. A kormány a felelős ezért, ne próbálják ezt másra kenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr, egy perces viszontválaszra Fónagy János, Tálai András, miniszterhelyettes államtitkár urat illeti a szót. Tisztelt elnök úr, képviselő úr, hát akármennyire siránkozik itt, 2023-ban is a költségvetés működőképes, egyensúlyban van, az adósság évvégére tovább fog csökkenni, és a munkanélküliek száma sem növekszik jelentősen. Tehát a gazdaság is egyébként működőképes, még hogyha a növekedésben nem is produkál akkorát. De a jövőt tekintve az inflációt 6%-ra tervező 2024-ben, a gazdasági növekedés 3-4% körül lesz, és a jövőre egész évben a reálbér is végre növekedni fog, ami talán már szeptember hónapban elkezdi a növekedést.
növekedés. Tehát a gazdaság, a költségvetés, az ország visszaáll a régi növekedési pályára. Köszönöm szépen. A miniszter helyettes úr, tisztelt ház képviselőtársaim, 17 óra 11 perc van, ezzel az azonnali kérdések órájának a végére értünk. Most egy perces technikai szünetet tartunk, ez alatt az idő alatt megköszönöm együttműködésüket, és az elnöklést pedig átadom Lezsák Sándor alelnöktársamnak.